egy rendkívül különleges előadás, ugyanis ötvözi a magyar népmesék, az indiai táncművészet és a bárművészet hagyományát. Pontosan milyen előadással készültetek, mi az, amivel elkápráztatjátok a kicsiket és nagyokat? Az Ugri-bugri király kisasszonya cím, ami egy szlovák népmese, csak hát ezt egy picikét átdolgoztuk a táncművészet és a Bollywood nyelvére. Említetted nekem még a beszélgetésen kívül, hogy nem csak a gyerekeknek szól ez az előadás, hanem talán a felnőttek is tudják értékelni. Mire is gondoltál? Hát valójában arra törekedtünk, hogyha mondjuk a család együtt jön el a báb előadásra, akkor az a felnőttek se unatkozzanak. Tehát lesznek benne olyan vicces jelentek, amely inkább mondjuk a felnőtteknek szól. Kicsit modernizáltuk is ezt a népmesét, hogy tényleg minden korosztály élvezhesse. Milyen meglepetéssel készültök még ezen kívül? Mi az, ami látható? Hogyan használjátok ki itt a teret? Hát egyrészt, ami különleges az előadásban, hogy én az élő szereplő, kommunikálni fogok a bábokkal egyrészt, valamint hát minél többféle ázsiai táncot próbálunk bemutatni. Lesz benne például ilyen táj részkörmökkel való tánc, lesz benne modern indiai tánc, lesz benne népi indiai vonal is. És ebbe a furcsa birodalomban ott élt a gonosz banya, aki minden teli holdkor megfürdött a hold fényében. Innen kapta a varázs erejét. De ereje csak arra volt elég, hogy kandurrá változtassa az arra járó legényeket, akik nem voltak hajlandók a banya vőlegénye lenni. Mert a banya egyedül élt, és már nagyon vágyott arra, hogy férjhez menjen. Mert a hatalma csak arra nem terjed ki, hogy szeressék, pedig már nagyon vágyott rá. De sajnos a banyának csak a fekete kandúrok jutottak, és egész banya nyugdíját macska konzervekre költötte. De még mindig abban reménykedett, hogy az egyik kandúr majd meggondolja magát, és a banya vőlegénye lesz. Ember szagot érzek? Ha-ha-ha-ha! Csak nem egy újabb vőlegény jelölt! Ha-ha-ha! Megnézem a jóstálamba! Mit súg? Már látom! Egy élcet királyfi érkezik! Hogy megkérje a kezem! A kezem! Úgy látom, rám fél egy kis Marikű! Téged nagyon sokszor hallhattunk már az indiai kultúráról, művészetekről beszélni, illetve hát elő is adni. Miért tartod amúgy fontosnak ezt, hogy ez egy ilyen koprodukció, amiben egy picit mindent bele tudtok csempészni? Hát egyrészt, amit én nagyon hiányolok mostanában talán gyermekműsorokból, hogy ami számunkra még az 1001 éjszaka világa volt, ugye ezek a nagyon szép mesék, szép ruhába, a király kisasszony, szép kosztümök, szép díszlet. Ez az egyik rész, a másik pedig a táncművészetnek a szeretetét valahogy így bevinni a gyerekek körébe. Jó napot, öreg anyám! Öreg anyám! Öreg anyám, ez a néni két térde kalácsok! Ez biztos valami népmesében hallottad! Tudom! Azért jöttél, hogy feleségül vegyél! De miért ilyen biztos benne? Nem leszek én sem a kandurod, sem a vőlegényed. Most pedig eresz utamra. De ha elengednek, nem lesz vőlegényem. Csak minden szökő évben jár erre valaki. Mi a te feladatod ebben az előadásban? Hát azt próbáltuk ötvözni a Beának a táncművészet és az én hagyományos bábozásomat, amit már 20 éve művelek itt. Hát egy nehéz feladat elé álltunk, de úgy látom, hogy megoldottuk.
Engedj minket is, és a nézőket is picikét így a kulisszák mögé, vagy a bábszínház mögé, hogyan is kell elképzelni a te feladatodat, és mennyi mindenre kell odafigyelned egy ilyen előadásnál? Oda kellett nagyon figyelnünk, hogy ugye ne mosódjanak össze az élő szereplők a bábokkal, ez egy tulajdonképpen egy határt kellett húznunk. A paraván mögött mi dolgozunk bábosok, és Bea pedig a paraván előtt táncol, és így kommunikál az élő meg a báb. Hányan dolgoztak a paraván mögött, és hány báb szerepel majd a mostani előadásban? Báb az azt mondja, hogy 5 báb, 5 vagy 6 báb, most pontosan nem tudom megmondani, és ketten vagyunk, folyamatosan csak ketten vagyunk a paraván mögött. 2 évtized és rengeteg előadás után hogyan összegeznéd a te munkádat? Gondolok itt arra, hogy mi az, ami kell a te mívességedhez, munkádhoz, akár mondjuk a hangjátékra gondolok. Hát először is nagyon nagy szeretet kell, azt szeretni kell a közönséget, elsősorban a gyerekeket, mivel hogy a gyerekeknek szólnak a báb előadásaink. 20 év, nem kis idő, nagyon változtak a gyerekek, nagyon változtunk mi is. Eleinte nagyon-nagyon komoly dolgokkal készültünk, most már ezek a komoly dolgok nem eladhatók, nem vevők rá a gyerekek, nekik inkább most már inkább zenésebb, vidámabb műsorokkal készülünk, és próbálunk haladni a korral. Hajlandó vagy a menyasszonyom lenni? Nem! Jól van, te akartad. Akkor most elvarázsolnak. Ki lehet jó báb előadó szerinted? Hogyan látod? Bárki lehet jó báb előadó, nyilván sok-sok tapasztalatot kell szerezni ebben. Kicsit más a bábozás, mint az egyszerű szereplés a színpadon, mivel áll egy paraván előttünk, és ezt túl kell kiabálni. Úgy kell, és a bábon keresztül kell a nézőkhöz szólni. Terveztek-e esetleg más előadásokat közösen Barkóczi Beátával? Természetesen. Hagyj legyen ez a titok, de sok előadást készülünk még együtt készíteni.